Az Aramiszi az új sportcsarnok, de mások is használják. Megfér egymás mellett a futszál, a röplabda, az atlétika és a gimnáziumi testnevelés óra. Zajosváros, Budaörs. A város környezeti állapotáról készült jelentés szerint sok helyen magas a zajterhelés. És mi a helyzet a légszennyezettséggel? Milyennek ítéli a direktori kezdését és mit ígér 2019-re? Berzsenyi Bellák Ádámot, a Latinovic Színház igazgatóját kérdezzük. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Közös lónak túrós a háta, vagy minden csak szervezés kérdése, és úgy jó, ahogy van? Ezt a kérdést tettük fel a város új sportcsarnoka, az Éjes Gimnázium udvarán álló Aramisz csarnok kapcsán. Az új létesítményt ugyanis nem csak a futszálosok használják, hanem a röplabdások és az atléták is, sőt, hétköznap délelőttönként testnevelés órákat is tartanak benne. Az iskola régi tornaterme ugyanis kicsi a 600 fős intézménynek. Leteszik a labdát, és egyből belső rúgja, négy, leveszi, fut ki, megcsinálja, kipasszolja, leveszikből leveszi, megújítja talpon. Éppen a futszál alapjaival ismerkednek az I.S. Gyula Gimnázium 7. osztályos tanulói testnevelés órán a nemrég átadott új csarnokban. Bár kicsit nehezen sikerült a fenntartónak biztosítani a terem használatához szükséges forrásokat, és csak heti 16 órát finanszíroz a klik, mégis rendkívül nagy segítség az új létesítmény. Mindenki láthatja a most, hogy itt vagyunk testnevelés órán és a gyerekekkel, hogy ez a csarnok ez nagyon szép. Belül tágas, világos, egyszerre három csoport is elfér benne, és úgy gondolom, hogy ennek az I.S. Gyula Gimnázium már régen megérdemelt volna már egy ilyen csarnokot, mert a másik csarnokunk nagyon kicsi ahhoz, hogy egy 600 fős iskolát ellásson. Nagyon szeretnénk azt, hogy ebből a csarnokba többször be tudjunk jönni, ez nem az iskola tulajdona, meg nem az állami tulajdon, ez az Aramisz sportcsarnok, és az Aramisz tulajdona, itt szerződéssel tudunk bejönni, ami egy kicsit bonyolult volt az évkezdéskor, de megoldódott, és elég jó óraszámban tudunk bejönni a csarnokba. Úgy gondolom, hogy nagyban segítette ez most a testnevelés órák minőségi színvonalát, mert a másik oldalon, a másik teremben egyszer, amikor 28 diáknak kellett egy majdnem zsebkendőnyi területen dolgozni, hát az nem volt szerencsés. Itt, ha megnézzük ezt a nagy termet, nagyon szerencsés az osztály, aki egész teremben dolgozhat. Lehet látni a mostani 7. osztálynak milyen privilégiuma van, a matek tagozatosok milyen ügyesen és milyen okosan tudják ezt a játékot már játszani, pedig nem labdogóként jöttek ide, és a lelkesedés és ez a lehetőség nagyon messzire viszi őket. Bízom abban, hogy ez az Aramisz csarnok az ilyen bejövő fiataloknak a távlatokban a második, harmadik vagy negyedik éves gimnazista korukra egész magas színvonalú futszál tudásra fognak rendelkezni, és segítjük az Aramisz sportegyesületet abban, hogy itt ők eredményesebbek legyenek távlatokban az iskola diákjaival karöltve. Első feladat, ez a csapat oda megy, megbeszéli, kinek milyen feladata van a pályán, ki milyen pozícióban játszik. Csapatkapitányt kérem, hogy próbálja a csapatot irányítani és megszervezni, hogy ki milyen pozícióban játszik és hol. Amit megbeszéltünk, ugye legyen meg a hátvéd, sor. Ha megvagyunk, szóljanak, hogy felállsz a csapat. Persze nem csak a futszálosok számára óriási előrelépés a csarnok. Jól ki tudják használni a BDS-e versenyzői és a terem adta lehetőségeket. Az atléták, a kosarasok és a röplabdások is itt tartják az edzéseik egy részét. Dezső Béla tanár úrra beszélgetve a röplabda szakosztály vezetőjével, ők nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Sokkal több időt szeretnének itt tölteni bent, őszintén megmondva, tehát ők nagyon szeretnének még több időt eltölteni, mert itt lehet igazán röplabdázni. Nagyon sokan vannak, mint NB1-nek utánpótlás korosztályai, nagyon feltöltött létszámmal dolgoznak, és hát több korosztály is beszélnek ide jönni, hogy gyerekek motiváltabbak legyenek, de sajnos csak a felső kategória, meg az élversenyzők jutnak be a röplabdába ide meccsekre és játékra, meg gyakorolni. Hát szerencsésebb lenne, hogyha többen bejönnek. Persze azért, mert futszálcsarnoknak épült, hát a futszálosok is ugyanis szeretnének bejönni minden korosztállyal. Hát még egy ilyen csarnok elférne az iskola udvarán, az igazság. De nagyon sokat segített a röplabda szakosztályunkon is. A BDS többi szakosztályából az atléták jönnek ide be többször. Itt én vagyok az, aki legtöbbször bent van. Majdnem minden reggel be tudunk jönni, szerencsésen megoldott a problémát. A Sós Ferenccel megegyeztünk, meg a helyi vezetéssel megegyeztünk, hogy olyan órákban, amikor be tudunk jönni, akkor bejövünk reggel edzeni. Ez a terem körben 100 métert lehet benne futni. Ebben a rossz időben, időjárási körülmények között, ami most is van, -3, -4 van odakint. Szerencsésebb ideben dolgozni a diákokkal,
és végezni az atlétikai alapmunkákat, alapképzéseket, mint kint a szabadban. Remélem az atlétáinak nagy segítséget nyújt az idei felkészülésben a felettpályás versenyszázonra. A jobb körülményeknek köszönhetően sokak szerint láthatóan javult a BDSS sportolóinak a teljesítménye. Ez persze még fokozható, ha sikerül a fenntartónak plusz forrásokat bevonnia a működtetésbe, és a jelenlegi 16 óra helyett több, akár 25-30 órát is hajlandó lesz finanszírozni az IHS diákok számára. Mennyire zajos Budaörs, és milyen a levegő minősége? Erről lesz szó a következő szűk negyed órában. Itt van Benkovics Gábor, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi osztályvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A képviselőtestület decemberben tárgyalt a város környezeti állapotáról. Minden évben elfogadnak egy erről szóló beszámolót. Ez egy tizenvalahány oldalas beszámoló, ami szól a levegőszennyezettségről, a zajterhelésről és még sok minden másról is. Összességében mit lehet mondani, hogy nőtt a város terheltsége bármelyik tekintetben? Is. Az elmúlt időszakokra visszatekintve, tehát megállapítható, hogy a levegő minősége nagyjából nem változott, tehát nagyon szűk határokon belül mozog, szinte változatlan az előző évek mérési adatai alapján. Ugye idén 2018-ban is sokszor volt olyan, hogy Budapestre vagy a nagyvárosokra elrendeltek smogriadót, legalábbis a smogriadó tájékoztatási fokozatát. Budaörsre ilyet még soha nem rendeltek el. Azért, mert hogy itt mérni sem lehet, hogy milyen a levegő, csak egyszer-egyszer, amikor készülnek a beszámolóra? A smogriadó elrendelés, hogy ez fővárosi rendeletben szabályozott, tehát hogy ez Budaörsre nem vonatkozik. Másrészt az országos mérőhálózat, ami ezeket a légszennyezési adatokat méri, az a többi településre, vagy a fő településeket kivéve modellezés alapján történik. Tehát itt elmondható a korábbi mérések alapján összehasonlításban, hogy a Budapest belváros és a Budapest külvárosi adatok között mozognak a budaörsi levegőminőségi adatok. És a beavatkozásra sajnos nagyon kevés lehetőségünk van itt, hogy az autópálya forgalmát nem lehet korlátozni, amely a legnagyobb szennyező forrás Budaörs tekintetében. De a levegő minőséget tekintve az elmondható, hogy mondjuk az autópálya környékén rosszabb a levegő, a főút mellett rosszabb a levegő, és fönt a hegy oldalon jobb a levegő, vagy aki egy panelház 9.-10. emeletén lakik, annak jó a levegője? A tapasztalatok alapján, és ugye a mérések is ezt igazolják, hogy az autópályától mérve durván egy 50-100 méteres sávban le is csapódik ez a szennyezés, tehát leginkább a főközlekedési utak mentén közvetlen közelébe, illetve az első házak már meg is fogják ezt a szennyezést. Uh-huh. Mi a helyzet a zajterheléssel? Lehet azt mondani, hogy zajos település Budaörs? A zajtérkép adatai alapján ugye határértéken belül van minden zajforrás. Itt ugye a fő zajforrások az autópálya, illetve az egyes számú főút, amelynek a kezelője a Magyar Közút. Budaörsváros önkormányzatának viszonylag kevés beavatkozási lehetősége van, igyekszünk megtenni, amit tudunk. Az elmúlt évben került ugye megújításra a Bojt utcai zajvédőfal, ami önkormányzati területen található, itt a teljes zajvédőfalnak a rekonstrukciója megtörtént. Ez ugye a második zajvédőfal, mert hogy az autópálya mellett van egy zajvédőfal, amit maga az autópálya építője, kezelője épített és tart karban, és van mellett egy másik zajvédőfal, ami egyébként sokkal korábban épült, ezért volt rossz állapotban, és ezt újította most fel az önkormányzat. És ez egyébként megoldás, tehát ott nyilván csend nincs a környéken, de azért megfogja valamennyire a zajt, hát ez a feladata. Itt ugye korábban készültek mérések, ugye ez alapján készült el a rekonstrukció is, ugye maga a zajvédőfal az a 2000-es években létesült, akkor még ott az autópálya mellett nem volt zajvédőfal, ez később került kialakításra. Azt láttuk, hogy ott, ahol hiányoznak elemek, tehát vagy annyira meg volt rongálódva, ott azért egy 2 decibeles növekedés kimutatható volt, most, hogy így helyreállítottuk a zajvédőfalat, így mert jelentős mértékben csökkent a zajterhelés. Ha esténként sétálunk a főúton vagy a lakótelepen, akkor lehet hallani az autópálya zaját, de ez egy olyan tompa, olyan folyamatos zaj, viszont ha elmegy egy vonat, akkor hirtelen nagy lesz a zaj. Napközben pedig hirtelen nagy zajokat okoznak azok a repülők, amik a Budaörsinek nevezett, egyébként nem Budaörs területén lévő repülőtérről felszállnak, meg leszállnak. Hirtelen nagy zaj, majd eltűnik. Ez talán nem olyan nagy zaj, mint az autópálya folyamatos zaja, de miközben az autópályát megszokjuk, a hirtelen nagy zajok, legyen az vonat vagy repülő, arra úgy mindenki felfigyel. Az hogy mindenkit elkezd zavarni, nem? Igen, tehát ugye ez jelentős problémát okoz, hogy ezek a zavaró zajok tényleg a számítási metodika, illetve mérési metodika alapján
ugye ezeket vonatkoztatni kell 8 órára, 16 órára, tehát ha azt nézzük meg, akkor nagyon minimális zajterhelést jelentenek, viszont abban a pillanatban, amikor keletkeznek, tényleg nagyon zavaróak tudnak lenni. De ezzel nem bármit tud tenni az önkormányzat? Tehát tudja azt mondani a vonatnak, hogy ne menj 120-szal, itt csak menjél 80-nal, mert akkor kisebb lesz a zajterhelés. Ebben nem nagyon tud beleavatkozni. Vagy tudja azt mondani a repülőknek, hogy ne szálljatok föl, hát arra van a repülőtér. Sajnos itt is az önkormányzatnak elég korlátozottak a lehetőségei, tehát mind a vasútnál, mind az autópályánál, vagy a főközlekedési létesítményekre az intézkedési tervet a Közlekedéstudományi Intézetnek kell elkészítenie, tehát ők tehetnek javaslatot bármilyen csökkentésre, műszaki megoldásra, amivel ez a zaj csökkenthető. A repülőtérnél is ugye nagyon sok megkeresés érkezett az önkormányzathoz, sajnos ugye Budaörsi repülőtér, de 11. kerületben van közigazgatásilag, az önkormányzatnak nincs lehetőség ebbe beavatkozni. A szükséges intézkedéseket megtesszük, továbbítjuk mindig a bejelentéseket az üzemeltető felé, tehát itt az ő feladatköre lenne ennek a zajnak a csökkentése. És mi a helyzet a légszennyezettséggel, ugye, amiről már beszéltünk? Ez ügyben tud bármit is tenni az önkormányzat? Tehát elméletileg mondjuk a magánházaknál tilos szemetet égetni, tilos mondjuk műanyagot égetni, sőt, egy normál ember ezt nem is teszi meg, mert olyan gázok szabadulhatnak fel, amelyek akár mérgezőek is lehetnek, de mégis sajnos tudjuk, hogy sokan megteszik. Vagy hogyha sétálunk, akkor meghatározó élmény a fűtőműnek a nagy kéménye, ami ontja magából a füstöt, és ha senki nem mondja, hogy na hát ez aztán környezetkímélő. Sajnos ugye ebbe is nagyon sok megkeresés érkezik az önkormányzathoz, most ugye jelenleg ugye fűtéses fél évben vagyunk, és igencsak elszaporodtak ezek az esetek, ahol nem megfelelő tüzelőanyag használata történik, ugye itt a jogszabály kimondja, hogy háztartási tüzelőberendezésben csak kezeletlen fa és papír égethető el, tehát nem lehet elégetni se roklapot, se olyan anyagot, ami festve van, kezelve van, ragasztót tartalmaz, tehát ezeket nem lehet égetni. Itt ugye szintén a járási hivatalnak van hatásköre ebben eljárni, tehát hogyha ilyet tapasztalnak, akkor Budakeszi járási hivatalához kell bejelenteni. Itt ugye nagy segítséget jelent a hivatal számára, és hogyha van fényképes vagy videófelvételes dokumentáció, amivel igazolni lehet, hogy azért nem valószínű, hogy fával tüzelnek, kezeletlen fával. Itt a leginkább a műanyag és a gumiabroncs égetésnél eleve a szag is, illetve tényleg a kikerülő vegyi anyagok, amelyek szintén a közvetlen környezetbe csapódnak le, jelentős kockázatot okozva ezáltal a fiataloknak, tehát a kisgyermekeknek és az időseknek, aki erre nagyon érzékenyek. A fűtőművel mi a helyzet? Hát nyilván fűteni kell a lakótelepen, elő kell állítani a melegvizet, de mégis ha valaki ránéz messziről a településre, akkor ez a meghatározó kép, hogy egy nagy kémény ontja magából a füstöt, még talán meghatározóbb, mint mondjuk Százhalombattán, ahol hőerőmű működik. A fűtőműnél egy kicsit másabb a helyzet, ugye ott gáztüzeléssel történik, tehát gázkazánok vannak, illetve ha azt vennénk, veszük, hogy a fűtőmű hány lakást lát el, hogyha azok egyedileg lennének fűtve, ugye sokkal nagyobb kibocsátást jelentenének. Itt ami még ugye csalóka, hogy abból ugye szép fehér füst száll föl, ami leginkább a nagy része az gőz, ugye. De ott megfelelő berendezések vannak, tehát a füstgáz tisztításra is, ezáltal azt mondjuk, hogy ott nem is jelent akkora problémát. Uh-huh. Sokkal nagyobb kockázat. Akkor csak a szemnek feltűnőbb. Igen, tehát nagyon látványos, hogy ott szépen egy füstoszlop emelkedik a város közepén, azonban sokkal kevesebb szennyezőanyagot tartalmaz, mint hogyha mindenki egyesével egyedileg fűtene. Olvastam ezt a bizonyos beszámolót, és ez foglalkozik a zöld felület gazdálkodással, és amikor eljutottam ez az egyébként harmadik fejezethez, akkor a homlokomba csaptam, hogy tényleg, mert hogy itt leírják, hogy egyre több növényt tüntetnek el a budaörsiek, mert hogy régen szőlők voltak, régen fák voltak, most pedig jó esetben csak fű van egy-egy kertben, de leginkább térkő, mert azt egyszerű tisztán tartani, az nem okoz sarat, viszont ez káros, tehát ez nem jó, azon kívül, hogy nyilván lefolyik a víz, és nincs hol elszivárogjon, és ezáltal az esővíz elvezetése is problémát okoz, de baj az, hogy nincs ennyi zöld? Ez valahol jelentkezik? Igen, azért tapasztalható, tehát leginkább ugye itt esőzéseknél, ami nagy probléma, hogy nincs meg az a visszatartó ereje a zöld felületnek, hiszen minden burkolva van, és sokkal intenzívebben távozik a csapadék.
Itt ugye a helyi rendeletünkben is pótlási kötelezettség van előírva, tehát mindenhol, ahol fát vágnak ki, ott ugye vissza kell pótolni a törzskörméret bizonyos százalékát, ez ugye attól függ, hogy milyen okból történt a fakivágás, és ugye most is decemberben fejezte be a BTG Nonprofit Kft. A közterületek fásítását, ahol most idén 53 fát sikerült eltelepítenünk, ez a korábbi évek fa megváltásából, a kivágott fák után befizetett megváltásból került kivitelezésre. Reméljük, hogy a következő évben még több fát tudunk ültetni. Azt én értem, hogyha valaki kivág egy fát, akkor pótolni kell. De hát ezt ki ellenőrzi? Én elültetek egy fát, mert szeretném, hogy szép legyen a kertembe. Az megnő, szép, nagy lesz az a fa, majd eltelik 20 év, és úgy gondolom, hogy na, az a fa már oda nem kell, megtámadták a különböző kártevők, na akkor gyorsan kivágom. És akkor megbüntetnek, hogy az általam korábban ültetett fát most kivágtam, és nem ültettem helyette újat? A fakivágás ugye az bejelentés köteles, tehát itt ugye a hivatal jár el ez ügyben. Be kell jelenteni, így igaz, és a gyümölcsfa kivételével pótlási kötelezettség van előírva, ezt ugye a rendelet szabályozza, hogy milyen mértékben kell pótolni, és ezt ellenőrzés a hivatal. Uh-huh. Tehát gyümölcsfa kivételével. A dió az ebben a tekintetben gyümölcsnek számít? Dió nem számít gyümölcsfának. Tehát, hogy valaki egy diófát kivág, akkor azt elméletileg pótolni kell? Azt be kell jelenteni és pótolni kell. Ezt egyébként szokták ellenőrizni, érkeznek ilyen bejelentések, vagy van valaki, aki kimegy és megnézi, a múltkor ott még volt egy diófa, és akkor most gyorsan megbüntetjük a tulajdonost? Ezt ellenőrzi a hivatal, igen, tehát egyrészt a közterületfelügyelet is, amikor jár a városba és észleli, hogy van, másrészt ugye vissza szoktuk nézni légi fotók alapján is, hogy korábban ott volt és egyszer csak eltűnt a fa, de itt azért azt el lehet mondani, hogy az állampolgárok igen jogkövetőek, tehát itt nagyon sok bejelentés érkezik hozzánk. Ezt megváltani nem lehet? Tehát, hogyha én úgy gondolkodom, hogy mostantól nem szeretnék az udvaromon még füvet sem, hanem lekövezem, vagy leaszfaltozom, kivágok minden fát, hát ha ez költségbe kerül, akkor kifizetem, de ott akkor se legyen fa. Nem tudom megváltani, mert hogy Budapesten vagy nagyobb városokban az építkezésnél még például a parkolóhelyet is meg lehet váltani. Ha nem tudom kialakítani telken belül azt, ami előírás, akkor fizetek egy bizonyos összeget, és le van tudva a történet. Itt elsődlegesen ugye pótolni kell, van lehetőség itt is megváltásra, tehát ugye az attól függ, hogy a telken belül mennyi fa helyezhető el, tehát mennyi növényt lehet visszapótolni, mert van az a tőszám mennyiség, amikor már nem célszerű, mert nem lesz az életképes, tehát olyan sűrűn nem lehet ültetni, ebben az esetben van lehetőség megváltásra. Mi a helyzet a várost körülvevő erdőkkel és zöld felülettel? Ezek ugyanúgy néznek ki, mint ahogy kinéztek 10-20 vagy 30 éve, tehát ott nincsen semmi probléma? Vagy arra egyszerűen nincs ráhatása az önkormányzatnak, az nem önkormányzati hatáskör? Erre az önkormányzatnak nincs ráhatása, az önkormányzatnak nagyon kevés erdeje van. Ez csak a Törökugrató, Tűzkőhegy, illetve a Naphegy, valamint még a Tétényi fennsíkon van egy kisebb erdőrészlet. Az összes többi az állami tulajdonban van és a Pilisi Park erdőző értékezelésében. Nagyon kevés ráhatásunk van, ugye tájékoztatást kapunk róla itt, ami a leglátványosabb változás volt, az a Dunaipoly Nemzeti Park kezelésében a Farkashegyen, amikor a fekete fenyőket az elmúlt években kivágták, és ott ugye dolomit sziklagyep, illetve szárazgyep telepítés folyt vissza, tehát ott nagyon sok megkeresés érkezett az önkormányzathoz is, hogy barbár módon kivágták a fákat, de ezek tájidegen fák voltak, és itt is természetvédelmi kezelés folyik, tehát ugye ennek az irányítója a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság. Az, hogy a képviselőtestület decemberben elfogadta a környezeti állapotról szóló beszámolót, ez jelent valami feladatot? Tehát most megkezdődik valaminek a kidolgozása, most történik valami, vagy egyszerűen csak néhány oldalban beszámoltak róla, hogy most ez van, esetleg össze lehet hasonlítani, hogy mi volt tavaly, vagy mi volt 5 éve, és kész. Itt ugye az elsődleges szempont az összehasonlítás és az adatok folyamatos elemzése. Jogszabályi kötelezettségből adódóan az önkormányzatnak nagyon sok feladata van. Szeretnénk elérni a jövőben, hogy ismét visszakerüljön az a mérőautó a felügyelőségtől, ami már korábban itt a Templomtér 12 alatt állomásozott 2 hónapra, hogy legyenek friss mérési adataink, és ezeket össze tudjuk vetni a fővárosi adatokkal, hogy lássuk, hogy milyen változások vannak, vagy egyáltalán kell ezzel továbbiakban foglalkozni, vagy a fővárosi adatokból lemodellezhető, tehát azok pontos modellezések, és így kapunk adatokat. Ez a mérőautó csak a levegő minőségét méri, vagy zajt is? Ez levegő minőséget mér. A zaj tekintetében ugye készül, vagy el kéne készülnie a
stratégiai zajtérkép felülvizsgálatának, amelynek a kötelezettje most a Herman Otto intézet, tehát neki kell ezt előállítani. Az önkormányzat már az Agrárminisztériumtól megkapta támogatást az intézkedési tervek kidolgozására, ami ugye az idejében meg is fog valósulni. Hát érdeklődően várjuk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm. Nem mondható, hogy visszhang nélküli volt a Budaörsi Színház új igazgatójának első fél éve. Volt premier, ami még politikai kritikát is kapott. Egyébként Berzsenyi Bellág Ádám irányítása alatt eddig 3 bemutató volt, amiből 1 gyerekdarab, 1 pedig bohózat. Emellett pedig megmaradtak az előző évad sikerdarabjai is. És a következő hónapokban is lesz új előadás. Még ez is! Mondjon valamit, aztán addig, hogy letenni a föl. A könyökével megnyomja a csengőt. Nincs válasz. Megnyomom még egyszer. A korábbi eredményekre építve erős, néha vitatott, néha az egekig magasztalt, de mindenképpen magas művészi színvonalú előadásokkal folytatták a Budaörsi Latinovic Színházban a munkát, Berzsenyi Bellág Ádám igazgatásával. Ugyanúgy 3 bemutatót tartottunk az évad kezdete óta az első fél évben, 2 a nagy színpadon, 1 az ifjúsági klubban, ami egy gyerekdarab volt. Ugye ezen kívül volt egy Pán Péter, ami egy vendégelőadás volt, ami egész évadban menni fog. Én azt látom, hogy a munka intenzitása az hasonló a korábbihoz képest. Igazából a darabválasztás tekintetében én azt hiszem, hogy ugyanaz az elv érvényesül most is, vagy legalábbis ez a törekvésünk, mint korábban, hogy egy megfelelő egyensúly legyen a minőségi darabok kiválasztása közt, és hogy a társulat tagjait a megfelelő módon tudjuk foglalkoztatni, és minél változatosabb legyen ez a repertoár. Tehát ez most látható. Az Arab Éjszaka az egy kortárs német szerzőnek a műve volt, ez a Karnebál, ez egy tényleg klasszikusnak mondható, és hát bohózat, tehát abszolút egy vígjáték. Ez talán egy picit háttérbe is szorult a palettán a korábbi években ez a műfaj. Most nagyon szükségesnek éreztük így a társulattal együtt, hogy valami vidámat csináljunk a térre. Aztán menj a füzetsége, uraságod! Ha mondom, hogy gyakornok vagyok, egy bagatyár vasat kérem, annyit sem. Egy kagyit sem. Egy pusztár kagyit sem. Ha ellenben levonása sincsen. Hát, ami igaz, az igaz. Levonás az nincs. Egy faktum sem. Na lássa, még ez a szerencse. Egyébként pedig a repertoáron maradt számos olyan előadás, ami a korábbi években született, tehát ezzel együtt az átmenet nem igazán olyan markánsan érzékelhető természetesen, de hát ez persze cél is volt, és korábban is mondtam, hogy nem tervezünk a művészeti profil tekintetében éles váltást, sőt egyáltalán, hanem ezt a vonalat, ezt a gondolatot visszük tovább, ami az elmúlt években kialakult. De először én leszek a főnök. És én azt mondom, hogy fogócskázzunk. Na, csak azt ne! Te vagy a fogó! Mimi! Ti vagytok a fogók! Megvagy! Nem játszom. Egy színháznak, pláne egy város színházának és város egyetlen színházának az a feladata, hogy egy minél szélesebb palettát mutasson fel, és minél szélesebb nézőréteget tudjon megszólítani. Ezen belül mi ugye 3 éves kortól 100 éves korig játszunk, és nagyon sok különböző műfajú előadást készítünk. De én alapvetően azt gondolom, hogy az eddigi években is az igazán jól sikerült előadásainknál az volt tapasztalható, hogy egyre többen érkeztek Budapestről is a nézőink, és vitték a hírét, és ez továbbra is így van, azt látom, és talán ez elkezd trendé válni. Most ismét egy gyerekdarabot fogunk nagy színpadon bemutatni, illetve inkább úgy mondanám, hogy családi előadás. Ez a Négyszögletű Kerekerdő című, hát klasszikusnak mondható mese, amit Simon Balázs fog rendezni, és ennek február elején lesz a bemutatója. Utána pedig az Orlai Produkciós Irodával készítünk közösen egy bemutatót, ami a Vénusz című angol filmnek a színpadi adaptációja, és március végén pedig
először talán hosszú évek óta egy görög drámát fogunk bemutatni, illetve annak az adaptációját, tehát egy új szövegkönyv alapján, ez pedig az Elektra lesz, amit Alföldi Róbert fog rendezni, visszatér a társulathoz a tavalyi sötétség hatalma után. Innen jött a patak, az a kérdésem, hogy átírhatom-e útra? Én utat mondtam. Út, jó. Út. A patak az csak pluszfog. A patak az legyen hátul. Itt? Jó, itt van egy patak, és akkor még egy veteményes felrajzolok. A korábbi kínálat mellett mindenképpen újdonság az a színházi nevelési program, amely a közönséget hivatott egy kicsit becsalni a színház belső világába. Egyrészt azért, hogy értő néző válhasson belőle, másrészt azért, hogy egy kicsit belülről is megismerhesse a teátrum atmoszféráját. Azt tapasztaltuk nagyon nagy örömmel, hogy nagy az érdeklődés a színházi nevelési programnak az összes különböző programjára. Ugye nagyon fontos elmondani, hogy nem csak a gyerek és kamasz és fiatal felnőtt korosztály, hanem a felnőtt korosztály számára is tartunk workshopokat, programokat, ezek kulisszajárással, rendezőkkel és alkotókkal való beszélgetésekkel társítva vannak, tehát tényleg egy komplex színházi nevelési programról van szó, és egyre nő a jelentkezők száma. Az egyik csoport, ha jól tudom, már telített, és de mindegyiken így a 20-30 fős csoportok gyűltek össze, ami hát mondjuk szinte a plafon, mert két állandó munkatársal dolgozunk ezen a területen. Itt az ifjúsági klubban tartunk diákoknak minden héten, felnőtteknek pedig havonta egy alkalommal. Visszatér a képernyőnkre Bétót László. A jövő héttől ismét új beszélgetéseket készít, ennek felvezetéseként ma egy korábbi műsorát ismételjük meg, mindjárt a Városi Magazin után, de most még programajánló. Lev Tolsztoj a Sötétség hatalma című darabját nézhetik meg a Latinovic Színházban szombaton este 7 órától. A Liliomfi előadásra is jegyet válthatnak vasárnap 11 órára a helyi teátrumba. A gyermekközönséget pedig a Béka király című darab várja az ifjúsági klubban hétfőn 10 órakor, és az egész családnak kellemes kikapcsolódást ígér a Legyetek jók, ha tudtok a Latinovicsban, szintén hétfőn délután 3 órától. Legvégül pedig mutatjuk elérhetőségeinket, ha van véleményük vagy kérdésük, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Ha pedig lemaradtak valamelyik műsorunkról, akkor nézzék meg a honlapunkon a bvtv.hu oldalon, ahol az összes saját gyártású műsorunkat megtalálják, vagy nézzék meg a hétvégi ismétlésben, szombaton és vasárnap is reggel 8-kor és délután 5 órakor kezdődik a hétfői adásblokkal. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb hétfőn 18 órakor jelentkezünk, itt a Budaörsi Városi Televízióban.